Karácsony közelettével a Tolnatáj Televízió gyűjtésbe kezdett, hogy partnerei segítségével könnyebbé tegyék a rászoruló családok ünnepét. Minket is meglepett, mennyien gondolták úgy, hogy hozzátesznek valamit az adományokhoz. A jellemzően sok gyermekes, nehéz sorban élő családoknak így valódi segítséget tudtunk adni. Rengeteg tartós élelmiszer, tisztítószer és a kicsiknek játékok, könyvek kerültek a csomagokba. Begördül a teherautó a keresztes család udvarára, ami Szekszárd határában levő Kendelgyár utcában bújik meg a fák mögött. A sídécekből kirakott kerítés már jelzi, hogy itt egy leleményes és jókedélyű család lakik. Jó napot kívánok! Boldog karácsonyt szeretném kívánni a Tolnatáj Televízió nevében! A felújításra váró épületbe érve az 5 éves Hanna, a 3 éves Attila, az 1 éves Zsófia, 3 hónapos kisbaba és édesanyjuk fogad minket. A gyerekek nagyon örültek a meglepetésnek, és magának a televízió, valamint a családsegítő csapatának is. Az ajándékcsomagoknál figyelembe vettük a családtagok életkorát és helyzetét. Így a keresztes család csomagjába sok kisbabának való étel, előke, tápszer került, a több kiló szaloncukor, számos finomság és játék mellé. Szerintem mindennek örülnek. Ők a legkisebb apróságnak is nagyon tudnak örülni, úgyhogy ennek örülök. Én mindennek örülnek. És ön? Hát, hogyha örülnek, én annak már örülök nagyon. Természetesen a tartós élelmiszer, tisztálkodószerek, mosószerek sem hiányozhattak az ajándékcsomagból. Utóbbiért volt a leginkább hálás az édesanya, mert mint mondja, mostanában sokat kell mosnia a kislánya a vesebetegsége miatt. Nagyon jó, igen, a mosószer meg az öblítő. Miért? Hát a sok pisi esténként, úgyhogy sajnos. Azt igen, igen, igen. Mi ilyen napon megy a mosógép. A helyzetünk azért nagyon nehéz, mert itt kilakunk nagyon a város szélén. És ugye a buszjáratunk alig van. Autó kéne, de nincs rá, hogy jogosítványt megcsináltassuk. Sajnos. Hát, szári. Élettársa? A férjem az dolgozik, csak ugye 4 gyerek mellett nem tudunk annyira spórolni, sajnos. A keresztes család most egy új mosó- és szárítógépre gyűjt. Keresztes Attiláné és férje reméli, hogy 2018-ban meg is tudják venni azt, hogy utána csak arra tudjanak fókuszálni, hogy Hanna megnyújtunk. Akik mosolyt csaltak az arcokra, Tar János, Elektrolit cégcsoport tagjai, Elektrolit Kft., Cikádor Kft., Szedres Lovas Udvarház, Hátcentrum Kft., Tolnavil Kft. Neo Baby Baba Bolt Szekszárd és Dombóvár, CBA Üzletek, Merkel Krisztina, Jézus Él Alapítvány, Fortuna ABC Tolna, Pátrix Papír Írószer Nyomtatvány Szaküzlet, Huncuc üzlet, Szekszárd Tesco üzletsor, Diótörőmesebolt, Panteon temetkezési Kft. Tisza cipő, a minőségi bőrcipők boltja, Partner textil lakás textil üzlet, Mérland bútor, Heberling húsbolt, Berka Istvánné Tolna, Mocsán paprika, Sédnyomda Kft. A közreműködésért külön köszönet a Médiaút Kft.-nek és Szántó Ildikónak.